kedves télapó, léci küldj egy SMS tapunak, nála van a listán, puszi, teheszi. Kedves télapó, ha elemesi játékot hozol, hozzá elemet is. De a kedvencem, Tomi, a kis macsó. Kedves télapó, két évvel ezelőtt kértem tőled egy Lady Gaga babát, erre kaptam egy baseball labdát. Tavaly megint Lady Gaga babát kértem, akkor hoztál egy baseball ütőt. Idén utoljára kérlek, hogy hozz nekem Lady Gaga babát. Ha bármilyen baseballhoz köthető szarságot látok a falat, nem marad más választásom, mint hogy levalásszalak, te rétszalvas szomorító, és eltörjem azokat a kövér lábaidat. Kapiszke? Ne kelljen nekem házhoz menni. Pedig biztos, látom én. Hát, ha az idén esetén a falat, akkor mi baseball kezdtük kapott karácsony. A következő blogban először Ruzsicki Nórát és Sikosságát hallgatjuk. Persze itt Santa Baby című számát éneklik, gitáron közben ütött Horváth Tamás. Aztán kedves Máté Örs, Zsombaját, mint Öbüszi, Galinox, Kék Bob című művét. Én sose hittem volna el, hogy ez Öbüszi, de biztosította az. Várszegi Júlia következik aztán. Szingale és Solo the Concert című művét adja elő. A már látott kis karesz fogja Zsombaját kísérni. És végül ennek a blognak a végén Bíró Kristóf énekel most nem musicalből, hanem Johann Sebastian Bach, aki Földek és Réteg című koráját énekli, majd zongorát közbeműködik, hogy felnék egy kis jó. To a pet in my mind, said to baby, so hurry down the chimney.
karácsonynak a fénye, de van árnyéka is. Karácsonyi levelek, levelek az angyalkának, magyar gyerekek levelei 1941. Nem lesznek vízesre. Kedves angyalka, közeledik a karácsony. Nagy örömmel és gonddal kezdek a levélíráshoz. Egy kérdéssel fordulok hozzá. Nagyon szépen megkérlek, jó angyalka, hogyha teheted, légy szíves és hozz nekem egy bárbalkancsot. Mert 9 kilométert teszek meg minden nap, és télen a félcipőben, mikor nagy a hó. Ha pedig nem lehet, egy Bibliát, mert azt is szeretnék, csak a bakancs mégis jobban kell. Ezért ne haragudjál. Nagyon örvendenék, ha megkapnám valamelyiket. Ha ezt nem lehet, akkor amit te akarsz. Piroska, 13. Aztán ez egy nagyon szívszorító levél. Szeretném, ha az édesapám hazajönne a háborúból. Már vége van, miért nem jön? Kedves angyalka, légy szíves, tudnál hozni nekem csokoládét? Már egyszer ettem, és olyan finom volt. Anyukám azt mondja, hogy nem engedhetjük meg magadnak. Angyalka, te megengedheted magadnak, hogy elhozd. Köszönettel, Józsika, 7 éves. 7 éves, már egyszer. Hát, szívszorító karácsonyi levelek azért most is születnek, és válaszolni is kell rá. Én minden évben, sok éve a cipőfogott akcióval válaszolunk, és ebben az évben valamivel több mint 120 cipős doboz jött össze a jóoltatókból. Köszönöm szépen azoknak a gyerekeknek a nevében, akiknek a karácsony fájlalat megoldásnak a doboz. És végül a Néptánc együttes, Horváth Tamás, Kovács Máté, Sándor Dániel, Vida Péter, Kükülő, Menti, Szegényes és Pontozó ezt táncolják. Megkérdeztem tőlük, mikor a meghallgatás, megtekintés volt, hogy mi az, hogy szegényes. Horváth Tamás kérdeztem, azt mondja, hogy hát azért, mert azt ilyen öreg emberek járják, akik már csak egy kicsit tudnak táncolni, és akik végig mert nekem azt mondja, hogy olyan, mint a tanárul. Ki voltam őszer, rámutatok, utána pedig természetesen közös éneklés jön, hát nekem már csak annyi dolgok van, mint a 22 éve, elmaradhatatlan mondattal elköszönjük jövőre veletek.
Thank you.